Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió Mohács február 13-ai hétközben című magazinműsorát látják. Minden munkatársam nevében köszöntöm Önöket. Adásunk elején következzék rövidképes ajánlónk. Nem lesz uborka szezon. Elkészült a 2019-es mohácsi rendezvénynaptár. Az összefogás ereje. Defibrillátorra gyűjtöttek a 8. kórházbálban. Mulatság cserkészmódra. Csapattámogatói bált rendeztek a mohácsi cserkészek. Van helye a finomságoknak. Disznóvágásra invitálta a hagyomány iránt érdeklődőket a mohácsi polgárok olvasóköre. Sikerekről és célokról. Interjú az MTE 1888 női kézilabda csapatának edzőjével. Állásajánlat. Pénzügyi számviteli ügyintézőt keres a Városháza. Mohácson idén is kírhatnánk a jó hírt. Az uborka szezon elmarad. A város fő vagy társ szervezőként gyakorlatilag egész évben változatos programokat kínál. A busójárás, Nepomuki Szent János ünnepe, a Dunamenti Halfesztivál és a Sokac Babfőző Fesztivál mellett januártól decemberig szinte minden hónap tartogat kisebb-nagyobb rendezvényeket, melyekre nem csak Mohács lakosságát várják. A közelgő zászlós hajón, a busójáráson túl Mohács idén is sok más színes programmal készül. A helyiek mellett a turisták érdeklődésére is joggal számíthatnak ezek a rendezvények, melyekről a Városháza kulturális referense Hegedűs Emese adott tájékoztatást a Városi Televíziónak. Büszkék lehetünk rá, hogy a busójáráson kívül ugye vannak más nagyon rendezvényei is a városnak, és a busójárást követő legelső ilyen nagy rendezvény, ami azt hiszem, hogy egyre több külsős, tehát nem csak mohácsit, hanem pécsit, vidéki embert is vonz Mohácsra, az a Nepomuki Szent János ünnepség, ami május 18-án kerül megrendezésre, és ezt követően gyakorlatilag bemegyünk a nyári hónapokba, ami gyakorlatilag azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy a fesztivál hónapjai, a június, július, augusztus, hiszen júniusban kerül sor a Tambura Fesztiválra, és idén abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pályázati támogatást is nyertünk ehhez a programhoz, úgyhogy biztos, hogy ez nagyobb szabású lesz, mint az elmúlt években. Június végén, illetve július elején van ugye a Sokacok olvasókörének a Dunai Mosás rendezvénye, ami ugye már több évtizedes múltra tekint vissza, és ebben a hónapban van még az olvasó, a mohácsi polgárok olvasókörének az aratónapja, és ugye a német önkormányzat szervezésében innen harmadszor kerül megrendezésre a Dunamenti Halfesztivál. Az augusztust is ugye egy fesztivállal kezdjük, ez szintén a mohácsi Sokacok olvasókörének a rendezvénye, a Sokac Babfőző Fesztivál, ami szintén ugye már több évtizede kerül megrendezésre, és a Néptánc Fesztiválunk van augusztus közepén. Thank you.
szintén az idei évben a Mohácsi csatára is meg tudunk emlékezni kicsit nagyobb rendezvénnyel, amelynek keretében vendégünk lesz a Csík zenekar, ez pedig augusztus 29-én kerül majd megrendezésre. És ugye a nagy rendezvényeink sorát gyakorlatilag a Születésborfesztivál fogja zárni szeptember 7-én. Ezek tehát azok a programok, amelyekre mondhatjuk, hogy most már minden évben hosszabb, rövidebb idejére minden évben számíthat a lakosság. És akkor azért még a decembert is érdemes megemlíteni, ami egyrészt nincs olyan messze, ha visszapillantunk, de közeleg a következő is, ugye ezt kár is tagadni. Hamarabb múlik az idő, mint az ember azt sokszor gondolná. Tehát azért decemberben is megvannak azok a programok, gondolom idén is, amelyek egy kicsit talán inkább a befele fordulásról, a szeretetről, az elmélyülésről szólnak. Igen, tehát minden évben, decemberben az adventre próbálunk egy kicsit ráhangolódni. Ugye a tavalyi évben egy elég komoly programsorozatot hoztunk létre, hát én remélem, hogy ez az idei évben is így fog megvalósulni. Ugye lesz egy gyermekeknek szóló téli varázsos kézműves játszóházunk, ami a piciket, illetve hát a kicsit nagyobbakat szólítja meg, és ezt követően pedig különböző adventi kórus találkozóknak adunk otthont decemberben, illetve megint sor kerül természetesen a Tambura iskola karácsony ünnepségére, és itt szeretném azért azt megjegyezni, hogy az idejében a Tambura iskola 25 éves fennállását ünnepli, úgyhogy biztos, hogy ehhez kapcsolódóan is lesz egy plusz rendezvényünk. Hatalmas szervezést igényel és hatalmas háttérmunkát egy-egy rendezvény megszervezése, és most nem is a busójárásról beszélek, mert hát az egyértelmű, hogy óriási munka, de az ahhoz képest kisebb, ám mégis nagy rendezvénynek tekinthető programok ugyancsak óriási munkát és szervezést igényelnek. Ilyenkor mennyivel előbb érdemes vagy kell elkezdeni már a ráhangolódást? Hát ugye a busójárásra arra már szeptemberben szoktunk minden évbe készülni, tehát gyakorlatilag onnantól folyamatos a szervezésnek bizonyos fázisai. És ha most a Nepomuki ünnepségre gondolok, ugye mert ez van a busójárás követően, akkor azt körülbelül egy jó másfél hónappal a rendezvény előtt szoktuk megkezdeni ennek a szervezését, és ez én azt hiszem, hogy ez az összes többi más rendezvényre is elmondható. Mennyire sikerült az olyan új rendezvényeknek, mint például a Dunamenti Halfesztivál beékelődnie, beépülnie a program kínálatba? Én szerintem nagyon jól, tehát nagyon sikeres ez a rendezvény is, és azért azt elmondom, hogy ez egyrészt nagy könnyebbség az önkormányzat részéről is, hogy ugye vannak más nemzetiségi önkormányzatok, illetve civil szervezetek, akik felvállalják azt, hogy egy-egy ilyen nagyobb rendezvényt szervezzenek a városba, ezzel is ugye színesítik a kulturális palettánkat, és én azt gondolom, hogy minden ilyen új kezdeményezést, ami egy kicsit köthető Mohács hagyományaihoz, azt érdemes mindig megfontolnunk, és kicsit segíteni a kezdő lépéseket, hogy valóban egy olyan rendezvény alakuljon ki belőle, mint mondjuk a Dunamenti Halfesztiválból, hiszen idén lesz 3 éves, és én azt gondolom, hogy egy elég sikeres rendezvény. Már a Duna mentén járunk és a civilekről beszéltünk, akkor úgy gondolom, hogy egy igazán jó kezdeményezés a civil ünnep, amely a Nepomuki Szent János ünnepséghez kapcsolódóan kerül megrendezésre most már jó néhány éve Mohácson, és megtelik a Dunapartnak a Sokacrév és a Csónakház közti szakasza javarészt civilekkel. Itt milyenek a visszajelzések a résztvevők részéről? Hát ugye most már ennek is 9. éve lesz, illetve 9. éve lesz, hogy ezt mi megrendezzük. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a visszajelzés. Ez talán az is bizonyítja, hogy évről évre egyre többen szeretnének ezen az eseményen részt venni, egyre többen települnek ki, és már nem csak úgymond civil szervezetek, önkormányzatok, baráti körök, hanem egy-egy család is szeretne ebben részt venni, illetve hát a tavalyi évben volt az Európai Uniónak a pécsi irodája ugye kitelepült, ők először voltak nálunk, és már tavaly jelezték, hogy az idejében is szeretnének eljönni, mert ők nagyon-nagyon jól érezték magukat, nagyon bensőséges volt ez az egész rendezvény, és idén is ellátogatnak hozzánk. És a látogatók között rendszeresen ott vannak a testvérvárosok képviselői és delegációi is. Ők jellemzően mely ünnepeket, mely programokat választják itt Mohácson? Hát ugye gondolom mondani se kell, hogy nagyrészt azért a busójárást, de természetesen van egy-egy testvérvárosunk, aki a Nepomuki Szent János ünnepséget részesíti előnybe, illetve az idejében a Születésborfesztiválra is ellátogatnak majd hozzánk a testvérvárosainkból.
Természetesen egy-egy programnak a megszervezése szigorú menetrend és koncepció szerint zajlik. Ugyanakkor, hogyha van észrevétel a lakosságnak, vagy jobbító javaslata, szándéka, amely megfontolásra érdemes, akkor ezt meg is fontolják a szervezők? Igen, ezt meg szoktuk fontolni természetesen, és hogyha tudjuk, akkor be is építjük a rendezvényeinkbe. Mohácson idén is kírhatnánk a jó hírt, az uborka szezon elmarad. A város fő vagy társ szervezőként gyakorlatilag egész évben változatos programokat kínál. A busójárás, Nepomuki Szent János ünnepe, a Dunamenti Halfesztivál és a Sokac Babfőző Fesztivál mellett januártól decemberig szinte minden hónap tartogat kisebb-nagyobb rendezvényeket, melyekre nem csak Mohács lakosságát várják. 8. alkalommal hirdette meg jótékonysági báját a Mohácsi Kórház február 9-én. A kultúrműsorral színesített esten ezúttal egy professzionális defibrillátorra gyűjtötték az adományokat. Az akció sikeréhez ismét sok segítő szándékú ember járult hozzá. A mohácsi és környékbeli lakosok közül sokan gondolkodnak felelősen, és mutatják meg évről évre, mire képes az összefogás ereje, hangsúlyozta a Mohácsi Kórház főigazgató főorvosa. Dr. Csizmadia Csaba a Városi Televízió kérésére a 8. kórházbár helyszínén a Duna Irodaházban elmondta, ezúttal mire gyűjtenek, és áttekintette a korábban szintén jótékonysági adományokból beszerzett eszközöket is. És mindig is voltak céljaink, és eléggé eltökéltek vagyunk abba, hogy fejlődjünk, hiszen aki megáll, az lemarad, illetve azt látjuk, hogy olyan gyorsak az egészségügyi eszközök fejlesztései, illetve az amortizációnk is, hogy kénytelenek vagyunk, tehát rá is vagyunk erre kényszerítve. Épp ezért ezt felismerve hoztuk létre ezt a kis kezdeményezést, amely nagyon szépen bevált, mert dicséret a Mohács város lakóinak, illetve a környező települések lakóinak, érzik a felelősségét az annak, és a szlogenünk hál' Istennek úgy tűnik átment, hogy a Mohácsi Kórház a mi kórházunk, mert valamennyiünk először itt fordul meg, vagy más intézményből ide kerül vissza, nem mindegy, hogy milyen körülmények között tudjuk őket ellátni vagy gyógyítani. Éppen ezért az összefogás erejét felhasználva próbáltunk értékeket teremteni. Ugye megemlítem, amire nagyon büszke vagyok, hogy a CT, az első CT-nket adakozással hoztuk össze a forrást, vagy utána itt volt az egészségvárosunkban egy évig a város összefogásával. Csúcstartóként az összes város közül Mohács volt az első egy évig, aztán sajnos Nagykanizsa előzött bennünket, de ott is látszott az, hogy az emberek akarnak, tudnak tenni a kórházért, mi pedig ezeket a forrásokat felelősen felhasználva visszaforgatjuk a gyógyításba és az emberek javára. Az elmúlt években a kardiológiai monitortól kezdve az endoszkópos vágón át a különböző altatógép részösszegekig, vagy a lélegeztetőgép részösszegekig, inkubátor, és idén pedig egy defibrillátor, egy komoly defibrillátor, hiszen amit mi használunk, az lényegesen többe kerül, mint amik a postnákon vagy a különböző közterületeken találhatók. Ez az eszköz, amit ma célként tűztünk ki, 3,5 millió forint plusz áfa, úgy tudom. Ebből sajnos 2 is kellene, mert az intenzív osztálya is most már több mint 15 éves, illetve úgy tudom, hogy egy másik egységen is rossz az eszköz. Nem szeretnénk azt, hogy bárkinek az ellátása is esetlegessé váljon, vagy azért, mert egyik helyről a másikra az elengedhetetlenül szükséges eszközt, amíg átvisszük, addig az életébe kerüljön. Épp ezért szeretnénk ugyan fontossági sorrendet, mert rengeteg igényünk lenne, hiszen, mint említettem, az eszközeink kopnak el és amortizálódnak, de fontossági sorrendben ezeket megszerezni, és ehhez kérjük a most jelenlévő kollégák, barátok, vállalkozók segítségét, hiszen én úgy gondolom, hogy együtt szórakozva, közösséget építve egy óriási forrást is össze tudunk hozni. Azt tapasztaltad valóban akkor ezek szerint, hogy az emberekben megvan a hajlandóság, a segítő szándék, ha a kórházról van szó? Hála Istennek azt tapasztaljuk, hogy igen, az emberek akarnak és tudnak is tenni. Természetesen ez nem mindenkire vonatkozik, de a nagy többség ez így van ezzel. Átérzi ennek a felelősségét. Mindenki volt kórházban. Ugye a vicc is azt mondja, hogy kétfajta ember van. Az egyik, aki volt, a másik, aki lesz. Én úgy gondolom, hogy a kórház az egy örök dolog. Erre vigyáznunk kell, nem szabad hagyni, hogy bármilyen profilja károsodjon, bármilyen ellátási formát elveszítsünk azért, mert nincsenek műszereink, vagy az alapfeltételek nincsenek meg, és pontosan azért szeretnénk nem csak szinten tartani, hanem bővíteni is, hiszen idén is megpróbálunk újabb profilú szakrendeléseket beindítani. Nyilván ehhez újabb eszközök is kellenek, de hát ez a menedzsment varázslása, hogy ez hogy fog majd realizálódni. Hogyha minden jól megy, akkor mikor láthatok, vagy mikor használhatok már ezek az eszközök a Mohácsi Kórházban?
Tekintettel arra, hogy az SZIA 1%-okból is van valamennyi töredék összegünk, én bízom benne, és fel is fogom szólítani a kedves résztvevőket a bőkező adakozásra, hogy ez az összeg a jövő hónapban már rendelkezésünkre fog állni, és minél előbb meg tudjuk vásárolni ezt az eszközt. Tehát én bízom benne, hogy február vége, március közepe maximum meg lesz ez az eszköz. 8. alkalommal hirdette meg jótékonysági báját a Mohácsi Kórház február 9-én. A kultúrműsorral színesített esten ezúttal egy professzionális defibrillátorra gyűjtötték az adományokat. Amint azt Csizmadia Csaba, az intézmény főigazgató főorvosa a Városi Televíziónak hangsúlyozta, a kórház elkötelezett a fejlesztések mellett, hiszen aki megáll, az lemarad. Hozzátette, felemelő érzés látni, hogy évről évre ennyi segítő szándékú ember sorakozik fel egy-egy fontos ügy mögött. Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg február 9-én a Mohácsi 1604-es számú II. Lajos cserkész csapat első csapattámogatói báját, melyet a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola tornatermében tartottak. Az eseménnyel a rendezők a cserkészetben rejlő értékátadásra is felkívánták hívni a figyelmet. Több mint negyed századdal ezelőtt alakult újjá a Mohácsi cserkész csapat, miközben a Mohácsi cserkészet története egészen 1927-ig nyúlik vissza. A II. Lajos király nevét viselő közösség parancsnoka Heller Dávid az első csapattámogatói cserkészbál kapcsán adott interjút a Városi Televíziónak. A bált tulajdonképpen két céllal szerveztük, azért, hogy köszönetet nyilvánítsunk a cserkész csapatunkat támogatóknak, és ezzel egy ilyen cserkészes, bálos alkalommal megköszönjük, illetve azért, hogy a csapatnak támogatást gyűjtjünk, ezért két típusú belépőjegyünk van, illetve kaptunk tombola felajánlásokat, és ezért ezzel talán sikerül is valami támogatást gyűjteni a csapatnak. A cserkész csapat nem új csapat természetesen, ezt azért elmondhatjuk, hosszú mondhatjuk, hogy történelmi múltra tekint vissza, hiszen a rendszerváltás után ugyan újra alakult, de működött már a kommunista diktatúra előtti időszakban is. Így van. 1992-ben alakult újra, de hivatalosan 93-tól április 2-ától van bejegyezve, és Kuti Ferenc alapította újra itt Mohácson, illetve valóban működött itt a Mohácson a cserkészet, de más számmal működött. A 603-as számú cserkészcsapat volt itt Mohácson, illetve a 604-es, és újraalakulásunkkal azért az 1604-es számú második cserkészcsapat lettünk, mert a 604-es számot egy pécsi cserkészcsapat már lenyúlta, úgymond. Amikor a cserkészetre gondolunk, akkor valóban fiatalok jutnak eszünkbe, olyan fiatalok, akik egy eléggé határozott értékrend alapján élnek, illetve értékrenddel rendelkeznek. Melyik itt a legfőbb, mondjuk úgy, vezérfonalak a cserkészetben? Hát a cserkészet egy önkéntes, politikamentes, vallásos, ifjúságnevelő mozgalom, és ezek a fogalmak közül, ami valóban aktív cselekvésnek tűnő dolog, az a nevelés. Így hát a nevelés a fő fonala a cserkészetnek, és ezt úgy találtuk, hogy a lehető legjobb módszer erre a példaadás. Úgyhogy olyan vezetőket gyűjtünk magunk köré, és olyan vezetőket képzünk, akik jó példával járnak elő a gyerekeknek. Van itt valamilyen korhatár a cserkészeknél, hogy hány éves kortól hány éves korig cserkészkedhet valaki? Tulajdonképpen nincs. Ahhoz, hogy lélekben cserkész legyen valaki, alsó korhatára van. Mohácson hozzánk másodikos osztályos kortól jöhetnek a gyerekek, mert az első osztályos és annál fiatalabb gyerekekhez már más típusú tudás és képzettség szükséges, aminek mi nem vagyunk birtokában. Vannak olyan csapatok, akik igen, és ők kifejezetten erre képezték őket, de mi csak másodikos korosztálytól foglalkozunk, felső korhatár természetesen nincsen, amíg az ember tud és szeretne, addig jöjjön. A bál egy kivételes ünnepi alkalom. Hogy telnek a hétköznapok? Milyen sűrűn találkoznak a mohácsi cserkészek? És milyen célból olyankor? Minden héten pénteken vannak foglalkozások. A csapat őrsökre tagolódik. Ezek általában egy korosztályú és egy nemű őrsök. Körülbelül egy-két évet fednek le. Boldog Izellában és a parkiskolában működnek az általános iskolás őrsök,
Az idősebb korosztályok sajnos ritkábban találkoznak, mint foglalkozás, mert ők már vezetők, és ők tartják már a foglalkozásokat. A foglalkozásokon tulajdonképpen végig játszunk, illetve ezt az érzetet kell, hogy érezzék a gyerekek, hogy ők játszanak, és játékos módszerekkel adjuk át a tudást, amit át szeretnénk adni. Ha valaki cserkész lesz, akkor az ugye egy olyan fajta életforma és egy olyan fajta életvezetés, amely tulajdonképpen meghatározza a mindennapokat is és az élet minden területét. Hogy lehetne összefoglalni? Miben rejlik mindennek a lényege? Ezt természetesen sok cserkésztől gyakran megkérdezik, hogy foglalják össze, hogy ez mi is lehet. Hát a leggyakoribb válasz erre azt, hogy elmondani nem lehet, érdemes kipróbálni. Viszont amit mi gyerekkorunk óta hallottunk Feri bácsitól, hogy a cserkészet életforma. És ezt nyilván gyerekként nem értettük, hogy miért ez a helyes válasz erre a kérdésre, de mostanra természetesen értjük, hogy nem csak akkor vagyunk cserkészek, amikor cserkészfoglalkozáson vagyunk, és amikor egyenruha van rajtunk, hanem folyamatosan egész életünk során. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy egy vallásos elvek mentén történő közösség a cserkészet, legalábbis ez egy kulcs szerepet játszik, akkor lehet, hogy sokan arra gondolnak, hogy ez valamilyen, bocsánat a szóért, egyfajta karót nyert társaság, de hát nem erről van szó, hogy a vidámság, a jó hangulat az jellemzi a cserkészeket. Természetesen mi sem jobb példára, mint egy bál. Igen, hát a játék a központi szerep az egész cserkész élet során, és emellé van ez a megtartó erő, ami a vallás, illetve az alaki gyakorlatok és hasonló. Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg február 9-én a Mohácsi 1604-es számú II. Lajos cserkész csapat első csapat támogatói bálját, melyet a Boldog Gizella katolikus általános iskola tornatermében tartottak. Heller Dávid csapatparancsnok a Városi Televíziónak kiemelte. Céljuk, hogy jó példával elöljárva valósítsanak meg keresztény értékközpontú nevelést. A disznóvágás valódi közösségi élmény, melyben régen is megvolt mindenkinek a maga feladata. A hagyomány annak idején sem csak az evés-ivásról szólt, hiszen a családtagoknak, rokonoknak ilyenkor adott alkalmuk megbeszélni fontos kérdéseket, vallja a Mohácsi Polgárok olvasóköre. A közösség február 9-én nyitott kapukkal várt mindenkit Gőzhajó utcai székházának udvarán egy tradícióhű disznóvágásra. Egy több mint 150 kilós sertést vágtak le és dolgoztak fel a Mohácsi Polgárok olvasókörének tagjai a kör székházának a közelmúltban megújult udvarán. A hagyomány tiszteletét szem előtt tartva tradicionális módon zajlott a munka, melynek eredményeként egyebek mellett véres hurka, húsos hurka és töpörtyű is készült. A kör elnökségi tagja Szűcs László a nagy sürgésforgás közepette nyilatkozott a Városi Televíziónak. Hát megszakadás az nem volt, csak kimaradás volt. Úgy döntöttünk, hogy újra disznót vágunk, úgy, ahogy az öregek, jó? Mitől úgy, ahogy az öregek? Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát az öregek azok mindig nyugodtan vágták a disznót. Egyedül a disznó izgult, amikor disznóvágás volt. A disznóvágás az ünnepéről szól, arról szól, hogy jót mulassunk, jót együnk, jót igyunk, helyre hozzuk azt, amit elrontottunk a stresszel egész héten. Ez valóban egy közösségi élmény is, tehát itt gyakorlatilag mindenkinek megvan a maga tennivalója, feladata, gyerekeknek is, nőknek is. Hát igen, ez egy komoly közösségi élmény, aki még nem volt ilyen helyen, az nem tudja, hogy ilyenkor szokták megbeszélni a családok a nagyon komoly dolgokat, azokat a dolgokat, amit máskor nem lehet egy pohár bor nélkül megbeszélni. Ilyenkor mindent meg lehet beszélni, és a disznóvágás az nem csak arról szól, hogy eszünk-iszunk, hanem arról, hogy egyezünk, összegezzük a teendőket, összegezzük azt, ami az elkövetkező időben történni fog, és egyáltalán jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Mikor és hogyan indult a mai nap? Kiváltképp a disznó számára. Hát a disznó számára tegnap este indult, amikor idehozták, ugye? Nekünk reggel 3:30-kor indult a disznóvágás, mert a feleségem akkor kezdte el a lángosnak a tésztáját megdagasztani, és hát reggel 8-kor szúrtuk le a disznót. Ezt mindenki azt gondolja, egy tragédia, de ez nem egy tragédia, hanem evel együtt kell tudni élni. Ahhoz, hogy mi éljünk, ahhoz valaminek történni kell, és ma ez történt, hogy egy disznót vágtunk. Jó?
Különösképpen, hogy ez nem az öldöklés öröme, hiszen ennek azért célja van és helye van. Igen, szóval minden állatot megóvunk, kivéve azt, amelyiket megesszük, mert azt nem óvjuk meg, azt meg akarjuk enni. Mekkora volt ez a disznó, hány kilós? Hát ez 156 kiló volt, azt gondoltuk, hogy ez pont a mai napra elég lesz, hogy ezt meg is fogjuk enni a mai napon, de azért maradt hurka kolbász annak is, aki ide látogat közénk. Tudjuk jól, hogy régen soha semmit nem dobtak ki, mindennek megvolt a maga haszna. Igaz ez ugye az állatok feldolgozására is. Itt is így lesz, tehát gyakorlatilag minden része, vagy szinte minden része az állatnak feldolgozásra kerül? Hát gyakorlatilag minden. A végén a csontok megmaradnak, de a Morgó nevű kutyánk az nagyon várja már ezeket a csontokat. Azon kívül mindent feldolgozunk. Ugye a szőr az elégett a szalmával együtt, az kárba ment, de azon kívül minden megmarad. Mi készül ebből? Bár csak azért is kérdezem, mert látom, hogy van azért itt profi húsboltos hentes is a csapatban. Hát igen, itt vannak olyan hentesek, akik tovább tanultak, és már most villamosmérnökök. De ettől függetlenül itt véres hurka, húsos hurka készül, kolbász készül, nagyon jó töpörtyűt fogunk a mai nap csinálni, és hát ebédre sült húsok lesznek. Mi a fűszerezésnek a menete? Ez egy hagyományos, vagy van kísérletezés is a fűszerek között? Hát itt már kísérletezésen túl vagyunk, itt nagyon bevált receptek vannak. Az, hogy most milyen volt a paprika termés, és éppen milyen a paprika, az csak annyit jelent, hogy 2,5 dekát, vagy 2,7 dekát teszünk a kolbászba. Tehát nincs kísérletezés, fix receptek vannak már. De ennyire patika mérlegen, vagy azért inkább kóstolás alapján megy a készítés? Hát viccelődni lehet, de ez már mérlegen megy. Nem bízzuk a véletlenre, amikor 150 embernek készítünk ételt, akkor meg szoktuk mérni. Ez a következő kérdés igazából, hogy el fog-e ez fogyni belátható időn belül, mert így hatalmas mennyiségnek tűnik. A szerencsére van hűtőláda, úgyhogy úgy mondanám, hogy busójárás végéig biztos, hogy el fog fogyni ez a disznó. A mai napon azért reméljük, hogy marad, mert azért elég nagy ez a jószág ahhoz, hogy megegyük, de busójárás végére ez el fog fogyni. A mai nap hogy folytatódik? Ugye megtörténik a feldolgozás, a munka után jár majd a megérdemelt pihenés is, vagy szórakozás? Hát itt tulajdonképpen pihenés az egész nap. Itt reggel 8-tól este 8-ig egy mulatság van. Nem kell annyit dolgozni, hogy az ember megszakadjon. Tehát ez egy pihenés az egész nap. Jó? Mit szól az időjáráshoz? Ideális ez a disznóvágással kapcsolatban? Hát jól imádkoztunk, és a teremtő megadta, hogy gyönyörű időnk van. Ez nagyon jó idő a disznóvágásra. Legyek nem röpülnek, hideg van, és még sincs nyírkosság. Nagyon jó. Ez a legjobb disznóvágás idő. A magyar hagyományos konyhát szokták néha olyan bírálattal illetni, hogy nem számít egészségesnek. Gondolom, hogy a magyar kör tagjai ezt egyáltalán nem osztják, ezt a fajta nézetet. Hát ezt mindig úgy kell, tehát beszéljünk először mondjuk az eszkimókról, akik csak zsírt, csak húst esznek. Attól függ, hogy milyen a mozgásigényünk, hogy mit mozgunk, attól függ, hogy mit ehetünk. Tehát a mai napon mi sokat mozgunk, és hogyha egyszer-egyszer az ember sokat eszik, semmi baja nem lesz tőle. Az teljesen mértékadó, hogy az embernek nem szabad túlennie magát, túlinnia magát, de ha a mértéktartással fogyasztunk bármilyen eledelt, és jó étvágya leszünk, meg nem lesz bajunk tőle, ezt én állítom. Akkor sem az sertéshús. A sertés az, hát ettől maradtunk életbe, hogyha a török időket nézzük, a törökök minden jószágot levágtak, kivéve a sertést, a magyarok azon éltek, azon maradtak fönt. A disznóvágás valódi közösségi élmény, amelyben régen is megvolt mindenkinek a maga feladata, emelte ki a Városi Televíziónak nyilatkozva a Mohácsi Polgárok Olvasókörének elnökségi tagja. Szűcs László elmondta, néhány év szünet után felújították a hagyományt, mely nem csak az evés-ivásról szólt, hiszen a családtagoknak, rokonoknak ilyenkor nyílt alkalmuk megbeszélni fontos kérdéseket. A város sport életének egyik büszkesége a Mohácsi Tornaegylet 1888 NB1B-s női kézilabda csapata. Február elején a hazai és határon túli magyar csapatok részvételével Székelyudvarhelyen megrendezett 16. Kárpát-Meditok kupán is a miénk bizonyultak a legjobbnak. Füzesi Ferenc edző erről és a szezonra vonatkozó tervekről is beszélt stábunknak. Köszöntöm a Mohács Televízió TV nézőit, itt áll velem szemben Füzesi Ferenc, akinek én azt gondolom, hogy a nézők nevében is gratulálhatok, hiszen nemrégen egy tornán vettünk részt a Kárpát-Meditop kupán, méghozzá Erdélybe látogatott el a csapat az edzővel karöltve, és legyünk őszinték, nagyon szépen szerepeltek a lányok, hiszen harmadszor is megvédtük
a kupát, úgymond, tehát nálunk maradt, és legyőztük a végső csapatot, a Székely-Udvarhelyt, de természetesen az útról a részleteket, illetve az ott lévő játékról a részleteket maga Füzesi Ferenc mondja el nekünk. Milyen volt az út, milyen volt a játék? Nagyszerű utazás volt egyértelműen, Erdélybe utazni, ez mindig látványos, és mindig jó, nagyon kényelmes volt, nagyon komfortos volt az egész út. Ott nagyszerű vendéglátásban volt részünk, a hotel, a kaja, a minden teljesen tökéletes volt. Én azt gondolom, hogy a torna is jó volt mindenképpen, hiszen sikerélmény érte a csapatot. Ez a pár nap, amit együtt eltöltöttünk Erdélybe, ez a csapatépítés szempontjából is nagyon fontos volt, hiszen éjjel-nappal együtt volt a társaság, mindenki kivette a részét a közös programokból és a játékból is, ami a legfontosabb volt számunkra. Megadta a lehetőséget a torna arra, hogy mindenki sok játékpercet kapjon, folyamatosan cseréltem a játékosokat, aminek meg is lett az eredménye, hiszen a végén a döntőbe egy viszonylag egyszerű mérkőzésen nyertünk. Ha már a cseréknél járunk, akkor ha jól tudom, akkor Kölce Gabriella nem ment el Erdélybe, nyilván ennek oka volt, és cserélni bizony kapust kellett, és egy, ha jól tudom, nem éppen egy kapus játékos állt be. Ki is volt ő, és milyen volt a teljesítménye? Igen. A Kölce Gabi bejelentette a télen, hogy ő haza szeretne költözni, mert a családi üzletmenetben problémák vannak, a családban betegség volt, és aztán természetesen a klub akceptálta a kérését, viszont problémám támadt rögtön az utazással kapcsolatban, mert a Martinov Lilinek épp akkor nyelvvizsgája volt, így aztán nagy tünde mellett Erdély Bianca szerepelt a kapuba, és meg kell mondani, hogy nagyszerűen szerepelt, mindenki meglepetésére, szerintem a saját meglepetésére is nagyon ügyes volt, nagyon szépen védett, sok játékpercet kapott, köszönhető ez a csapatnak is, és köszönhető az ő teljesítményének is. Elképzelhető, hogy esetleg a közeljövőben még számíthatunk az ő kapus teljesítményére, mert ha jól tudom, Erdélyben is azért a 7 méteres dobásokat védte rendre. Igen, szóval lehet ezzel viccelni, de nem gondolom, hogy ez be fog következni, de azt soha lehetne tudni a kézilabdában, hogy mi lesz a következő probléma. Nagyon remélem, hogy nem kerül rá sor, de tényleg egy üdes színfoltja volt a tornának, nagyszerű volt. Alapvetően akkor elmondhatjuk, hogy a 12 órás út lehet, hogy lefárasztott egy picit a játékosokat, de mire pályára kellett lépni, azért összeszedték magukat, hiszen nem véletlenül nyerték meg a Meditop kupát. Egy kicsit előre vetíteném itt a tavaszi szezont, ugye, ha már vannak játékos változások, van-e hozzánk igazolt játékos, illetve mi is lett itt a kerettel, mi változott? Igen, egyértelmű a volt változás, a Kölce Gabikáról most beszéltünk az előbb. Igazoltunk jobb szélre egy játékosat, a Pács Krisztinát, aki Szombathelyről jött hozzánk. Én azt gondolom, hogy a Krisztával egy nagyon jó személyiséget sikerült igazolnunk, aki percek alatt beilleszkedett a csapatnak a közösségébe. Egy nagyon nyitott személyiség, illetve a játékára is szükségünk van, hiszen így a jobb szélen, a jobb oldalon is erősebbek vagyunk. Nekünk minden játékosra szükségünk van. Ez a két változás következett be a csapatba, ez úgy nem nagyon rengette meg a csapat egységét. Én azt gondolom, hogy továbbra is várhatjuk a lányoktól, hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtsanak. Az őszi szezonhoz képest a tavaszira készülődve taktikai váltás esetleg edzésekben, illetve technikában van a csapattal szemben? Taktikai váltás csak annyiból van, hogy még itt a személyi kérdéseknél mindenképpen kell arról beszélnünk, hogy a Tóth Alexandra anyai örömök elé néz, és ő kivált a csapatból. Ő volt a csapatkapitány, illetve az egyik stabil védőpont középen. Ebbe változik a csapatnak a játéka, hogy ott egy másik szemét próbáltunk beépíteni, ami alapjaiba változtat meg nagyon-nagyon sok mindent, de úgy különösebben nem alakítottunk át támadást, de ez a személyi váltás azért okoz problémákat néha-néha, de remélem, mire elkezdődik a bajnokság egy hét múlva, addig ez is szépen kisimul. Remélhetőleg, hiszen ha jól tudom, akkor Kaló Zsófi is felépült, és már ő is részt vett mind az erdélyi túrán, ha lehet így fogalmazni, illetve láttam az edzésen is jelen volt, tehát ha más nem, akkor ő is használható ugye az irányító posztra. Hát hogyne, hát, és nem csak részt vett, és jelen volt. A Zsófi rohamosan fejlődött, de tényleg a vártnál sokkal, de sokkal gyorsabban,
fejlődött, és a torna legjobb játékosának választották meg, nem érdemtelenül. Nagyon szépen játszott, jól irányította a csapatot, és az egyéni teljesítménye is nagyon kiegyensúlyozott volt, ennek köszönhette a címet. Rá nagy feladat hárul majd a csapatban, hiszen ő egy stabil játékos, mind a három belső poszton jó teljesítményre képes, és szükségünk van arra, hogy belül erősek legyünk. Én azt kívánom akkor a csapatnak és természetesen az edzőnek is, hogy a tavaszi szezonra, meg a jövőre nézve is nagyon-nagyon sok sikert, és rengeteg jó eredményt érjünk el. Kedves nézőink, adásunk végén következzék egy állásajánlat. A Mohácsi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi számviteli ügyintéző állásai betöltésére. A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok, számlák rögzítése, főkönyvvel történő egyezés, kimutatások készítése, statisztikai beszámoló jelentések elkészítése, közreműködés a beszámolók és a költségvetés elkészítésében, valamint bevallások elkészítése. Az álláshoz tartozó elvárások, precíz, gyors, hatékony munkavégzés, csapatmunka, felhasználói szintű számítógépes ismeretek. A pályázat feltételei, szakirányú közép- vagy felsőfokú iskolai végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés. Az állás betöltésénél előnyt jelent közigazgatási alap, illetve szakvizsga megléte, közigazgatási szervnél hasonló munkakörben szerzett tapasztalat és államháztartási mérlegképes könyvelő végzettség. A pályázat beadásának határideje február 15-e. A részletes kiírást megtekinthetik Mohácsváros honlapján a www.mohács.hu oldalon. A Mohács szót ez esetben kérjük ékezettel írják a keresőbe. Kedves nézőink, ennyi fért mai február 13-ai Hétközben című magazinműsorunkba. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva ismét. A viszontlátásra!